Sziasztok, Russzó Tibor vagyok, én nyertem a 2019-es X-Faktor. Az X-Faktor óta nagyon sok minden történt velem. Először nagyon sokat koncerteztünk, nagyon sokat mentünk bulikba, este, diszkókba, meg minden. És utána sajnos bekövetkezett ez a vírus, sajnos leállott minden. És azóta nem is voltam sehol, most talán kétszer voltam fent Pesten, most vagyok Harmadszor. Nem sok minden történt, de történt volna több dolog, ha nincs a vírus. Nagyon rosszul érintett, szinte amikor meghallottam, hogy nem lesznek koncertek, meg semmi. Hát otthon voltam a szobámban, meg nem tudtam, ideges voltam, meg minden. Nagyon féltem tőle, hogy most nem fogok tudni csinálni, kiadni dalokat, nem fogok tudni kommunikálni annyira velek, de még jó, hogy amúgy van ez az egész Facebook, TikTok, meg minden, hogy tudunk együtt így kommunikálni, meg tudok felrakni videókat, meg minden, de akkor is féltem tőle nagyon. Nagyon szegény körülmények között jöttem fel, és hát örültem neki, hogy fogok keresni meg jó sok pénzt, meg tudok segíteni a családomnak, meg megveszük ezt a házat, meg fel tudjuk újítani minél hamarabb minden, és hát nagyon rossz volt ez a korszak. Igen, eddig Balogújfalon éltünk, de most amúgy nincs messze Balogújfalutól, ilyen 13 km, 12. Amúgy anyukámék ott nőttek fel, anyukám ott is született, az anyukájaik is ott laktak, apukájaik. És hát így anyukámék nagyon akartak oda, ott, hogy ott akarunk venni lakást, meg minden. Meg én is beleegyeztem. És hát sikerült, hála Istennek, venni egy lakást, de még fel kell újítani. De ennek örülök, hogy végre tudtunk venni egy házat, nem érdekel annyira a pénzeket. Nálunk úgy van Szlovákiában a suli, hogy pár napja nyitták, én nem tudom, három napja, de csak azok mehetnek suliba, akik így végzősök. Uh-huh. Így felsőbe, hogy valaminek venni akarsz, például nem tudom, cukrásznak, meg ilyen izéknek. Tehát a szakmát tanulni. Persze, szakmát tanulni, szerint még nincs. Még az nincs nyitva. Nagyon érdekel engem, szerintem menne is nekem a fodrászat. Tényleg érdekel? Nagyon. Ilyen szakáligazítások, meg minden. Ilyen barber. Nagyon szeretem azt a munkát. Otthon az unokatesóimat is szoktam néha csinálni. Szakállat, meg minden. Nagyon meg tudom csinálni komolyan. Az éneklés az mindig az első marad az életemben.